1995-ben rendezték meg első alkalommal a Móra napokat a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskolában. Azóta hagyomány lett, és minden esztendőben programokat szerveznek. Idén is lesz matek és szavaló verseny, angol nyelvi akadályverseny és néptánc találkozó is. Értékteremtő hagyományok azok, amelyeket most már több mint 24 éve meghirdettünk, és Móra hétként ünneplünk, nyilván emlékezünk Mórára, és a Móra kincskereső kisködmömből hoztuk azokat a különleges neveket, amelyekkel versenyeket is indítunk, mint a Móra kincskereső prózamondó verseny, a Móra gyémántcserép rajzverseny, de lesz természetismereti versenyünk, nyilván Cinegek király, és hát van focink is, van sakkunk, és van szóló néptánc találkozónk is. Úgyhogy az biztos, hogy ez a hét egy fergeteges hét lesz, és reméljük nem csak a mi 900-nál több gyerekünknek, hanem azoknak a diákoknak is, akik ide látogatnak hozzánk kollégákkal együtt. Jelenleg a bejelentkező versenyző diákok ezren vannak. A nyitó napon kis ünnepséget rendeztek az Örökösföldi iskolában, ahol a gyerekek adtak műsort. A tornateremben viszont már pattogott a labda, a Móra labdarúgó kupára több városi iskola nevezett, és egyesületektől is érkeztek fiatal labdarúgók. Nekik mindenképpen fontos az eredmény, de nekünk inkább az lenne a fő cél, hogy mindenki játék lehetőséghez jusson. Azért is szervezzük ezt a tornát, hogy azok a gyerekek, akik nem jutnak el egyesületekbe, azoknak is legyen ilyen rangos és színvonalas esemény, és hogy büszkén tudják elmutatni, vagy megmutatni azt az érmet, amit a nyakukba akasztunk a torna végén. A versenyeknek egyre nagyobb presztízse van, a matek és a prózamondó versenyen minden esztendőben sok gyerek vesz részt.